Sziasztok, én Damian Dárd vagyok. Kicsit késre ugyan, de ez itt a 2018 júliusi beszerzések videó. Ezután Blu-ray-ekkel, illetve egy magazinnal. Úgyhogy el is kezdem. A magazin az a Borzongás Horror magazinnak a negyedik száma, ami július végén jelent meg. Elő vagyok rá fizetve, úgyhogy a posta hozta. Ez a negyedik szám, ez 84 oldalas, mindenféle horrorfilmekről van benne szó, mint az Örökség, Fear the Walking Dead, gyerekjáték, a Massa, meg videójátékokról, képregényekről, könyvekről, meg mindenféle témáról, ami a horrorral kapcsolatos. És ebben a számban volt egy poszter, kétoldalas poszter, ami rajta van a negyedik és a harmadik számnak a borítója. Nagyon klassz, egyedi ártörökök készülnek címlapként a borzongáshoz egyébként. Ha még nem ismeritek, vagy nem olvastátok még, és szeretitek a horror műfaját, akkor érdemes vele próbálkozni. És akkor jöjjenek a Blu-ray-ek, legelőször is néhány tévésorozat. Supernatural, vagy magyarul Odaát, ez a 11. évad. Angol kiadás, kartontokkal. Négy lemezen van rajta, a 23 rész, plusz extrák. Az első 10 évad az egy egybe díszdoboz féleségben van meg nekem, és akkor most megvettem külön a 11. évadot. Ezen extrák kisfilmek vannak, meg a 2015-ös Comic Con panel, kimaradt jelenetek, audio kommentár, illetve Baki parádé. És nálunk csak az első évad jelent meg DVD-nél. Blu-ray-re egyik másik évad se, illetve a DVD-n se jelent meg a többi évad, úgyhogy ez is vettem ugye őket külföldről, Angliából. Aztán a 12. évad. Az előzőhöz hasonlóan ugyanolyan a felépítése, kartontokkal. Négy lemez, 23 epizód, és teljesen ugyanolyan extrák vannak rajta, mint a 11. évadon. Klassz lett egyébként mindkét évad nekem, ezek nagyon tetszettek ezek is. Aztán The X-Files, X-Akták, ez a 10. évad. Ugye ezzel tért vissza a sorozat a első 9 évad, illetve a második mozifilm után. Két lemezem, két Blu-ray lemezem van, 6 epizód, plusz extrák. Kisfilmek, audio kommentár, dokumentumfilmek, kimaradt jelenetek, meg mindenféle dolog. A négy sima Monster of the Week epizód az tetszett, a két fősztori epizód is tetszett, de szerintem elég furcsa irányba vitték tovább a fősztorit, ami nem feltétlenül a legjobb irány szerintem. Remélem, hogy a 11. évad már jobb lett. Aztán Bad Dreams, az AT&T Filmsnek a kiadása, Slasher gyűjteményből, 35-es sorszám, kartontokkal, Blu-ray plusz DVD plusz booklet, kétféle borítóval. Erről csináltam egy külön kicsomagolós videót, amit megtaláltak a csatornámon, hogyha bővebben is érdekel titeket ez a kiadvány. Maga a film az szerintem egész klassz lett. Így elég érdekes csavarral a végén. Aztán Doom Asylum, ez az Arrow videónak a kiadása, Angliából. Egy Blu-ray lemez, kétféle borító. Itt a másik. Van benne egy képes lap, ami az Arrow további kiadványait reklámozza. Illetve egy booklet, ami 22 oldalas. Képek vannak benne, meg egy leírás, egy cikk a filmről, illetve információk a Blu-ray kiadással kapcsolatban. Ezt a filmet nem láttam korábban, de a filmnek az előzetese, meg így a borító felkeltette az érdeklődésemet. Úgyhogy ezért megvettem, megnéztem, és ez sajnos csalódnom kellett. Ez egy slasher, ami egy elmegyógyintézetben játszódik, ahol két fiatal baráti társaság is odalátogat, hogy szórakozzanak, el legyenek, csak hogy ebben az elhagyatott elmegyógyintézetben egy gyilkos is bolyong, és hát rájuk támad, és sorra elkezdi őket megölni, levadászni. Ez a sztori valamelyik ideig igazából nem lenne probléma, viszont a megvalósítás szerintem nagyon rossz. Egy elmegyógyintézet szerintem nagyon klassz helyszín lehet, de leginkább akkor, hogyha éjszaka játszódik a film. Ez a film ez egész végig nappal játszódik, egyetlen nap eseményeit meséli el.
És ez egy horror vígjáték, ráadásul az a fajta vígjáték, ami eszelősen bugyuta és fárasztó a humor végig benne. A színészek rendkívül borzalmasak, a párbeszédek is iszonyat szörnyűek, az események, mindenféle történési jelen, ami van a filmben, azok nagyon rosszak. A trükkök itt-ott még talán jók lehetnek, meg mondom, a helyszín is igazából klassz, de ez a két apró pozitívum, amit el tudok mondani róla, ez a film szerintem nagyon rossz lett. Egyébként 1.78 1-es és 1.33 1-es képarányán is meg lehet tekinteni, de az 1.78 1-est ajánlom, a másiknél belógnak a mikrofonok, meg hasonló problémák is vannak vele. Vannak rajta mindenféle extra kis filmek, képgaléria, interjúk. Érdekességnek jó a film, illetve valakinek, ha bejön ez a stílus, akkor annak igazából tetszett is, meg hallottam majd, akinek tetszett ez a film, de nekem nem jött be. Aztán szintén a Zero videótól The Endless. Kartontokkal, kétféle borítóval. A másik borító az ugyanaz, mint ami a kartontokon is látható. Kettő Blu-ray lemezzel. És ebben is van egy képes lap, illetve egy buklet. Képes lap. És a bukletemben a Doom Asylumhoz hasonlóan ugyancsak képek vannak, meg információk a kiadásról, leírás a filmről, mindenféle cikk, szövegek, képek, stb. Pár hónappal ezelőtt az egyik horror packben benne volt a Resolution című film, amiről addig nem hallottam korábban, megnéztem és nagyon tetszett, és akkor a Resolution régen fedeztem fel magamnak ezt a filmet, az Endless-t, mert hogy ugyanaz a két ember rendezte mindkét filmet, és a Resolution nagyon tetszett, és már az előzetes alapján is kiderülje, az Endless az egy univerzumban játszódik a Resolution-nál, ezért persze rögtön meg is vettem, és ez még jobban tetszett, mint a Resolution, szerintem nagyon klassz lett. Nem tekinthető konkrét folytatásnak, bár vannak benne olyan történeti elemek, amik folytatják a Resolution-t, inkább egyfajta spin-off, tehát egy univerzumban játszódik a két film, vannak történeti elemek, karakterek, illetve helyszínek, amik összekötik a két filmet, de igazából önállóan is megállja a helyét mindkét film. És az ugye Lovecraftot idézi meg a sztori. Nagyon klassz lesz szerintem, a két rendező az saját magára osztotta már itt a főszerepet is, de egyébként ők a Resolutionban is feltűnnek egy percre körülbelül. Az első lemez az a The Endless, extraként van audio kommentár, kisfilmek, rejtett extra, kimaradt jelenetek, trailer. A második lemez pedig az a maga az Resolution című film, amelyek rajta vannak a saját extrai, audio kommentár, kisfilmek, stb. Illetve van rajta vadonatúj extra is, egy interjú, amit konkrétan direkt ehhez a kiadáshoz készítettek. Úgyhogy ha valakinek már megvan a Resolution című film, igazából itt új extrát kaphat hozzá, hogyha megveszi ezt a kiadást. Az Endless-t egyébként újra ki fogja adni majd később a Zero videó, mert ez egy limitált kiadás, viszont ahhoz nem lesz se kartontok, se buklet, se a második lemez, tehát az már csak az Endless-t fogja tartalmazni. Aztán továbbra is Angliából, Touristas, ez 2007-es film, azt hiszem, és itt a borítón a Paradise Lost cím látható, mert ennek a filmnek az eredeti címe Touristas, viszont Angliában Paradise Lost címmel jelent meg, és még a főcímbe a feliratok alatt is a Paradise Lost címet írják ki. Nem tudom, hogy néha mi szükség van ilyen címváltoztatásokra. Például egy másik példa, a Joyride is Angliában más címen jelent meg, Roadkill címen. Egy Blu-ray-en ez van benne. Ez nálunk végzetes kitérő címen jelent meg DVD-n még jó sok évvel ezelőtt. Az angol Blu-ray-en vannak kisfilm, illetve kimaradt jelenetek. És ebben a filmben Melissa George, Olivia Wilde és Josh Duhamel a főszereplő, akik Brazíliában nyaralnak, és tök jól érzik magukat, amíg el nem lopják az összes cuccukat, illetve nem szenvednek egy buszbalesetet, és aztán még ráadásul szervkereskedők kezdenek rájuk vadászni. Egész klassz film szerintem, és nagyon szép helyszíneken játszódik, jobb benne a vízzalatti felvételek egy vízi barlangnál, klassz a dzsungel környezet. Szerintem klasszat. Régebben is láttam már egyébként ezt a filmet. The Void. Ez is angol kiadás.
egy Blu-ray lemez, és ez 2016-os film, amit az editor készítői csináltak, de ez nem egy olyasmi film, mint az editor, tehát ez teljesen egy komoly horrorfilm, ami szerintem nagyon klassz, és az Endless-hez hasonlóan ez is Lovecraftot idézi meg, illetve Clive Barker is eszünkbe jutott a film megtekintése közben, például a Hellraiser is. Extraként vannak rajta kimaradt jelenetek, kisfilmek, trailer. Ez egy nagyon klassz szörnyfilm, ami szinte végig egy kórházban játszódik. És nagyon jó a sztoria, elvont, tényleg jó. Ezt ajánlom minden horrorrajongónak, érdemes megnézni. Aztán július elején érkezett meg a júniusi horror pack, és ugye szokás szerint ebben is 4 darab Blu-ray volt, amiből az első az a Devil, vagy magyarul ördög. Egy Blu-ray lemez, amerikai kiadás, régió független. Ez a film ez nálunk is megjelent a DVD-n és Blu-ray-en, és moziba is volt. A magyar Blu-ray kiadás az nekem is megvan. És szerintem tartalom szempontjából megegyezik, tehát valószínűleg ugyanazok az extrák vannak rajta, kimaradt jelenetek, kisfilmek, csak persze ezen nincsen magyar vonatkozás. És ez a film ez ugye M. Night Shyamalan a producere, meg ő adta a sztorinak az ötletét, és szerintem ez egy nagyon izgalmas film, alig 80 perc az egész, pörög, egy liftbe játszódik szinte végig, ahova beszorul 5 ember is, közülük az egyik, az maga az ördög, és persze sorra elkezdenek meghalni. Ez tényleg nagyon izgalmas, tehát talán már sokszor láttam ezt a filmet. És ugye ez eredetileg a Night Chronicles című antológia szériának lett volna az első darabja, csak aztán valamiért befutcsolt ez a dolog, és sose készült a többi film. És akkor a már említett Editor, ez volt a második film a Horror Packbe, a júniusi dobozba. Ez Blu-ray plusz DVD kombó, kanadai kiadás, A-régiós. Extraként van rajta audio kommentár, kisfilmek, kimaradt jelenetek, meg egy csomó minden. És ugye ez egy giallo paródia akar lenni, amikor legelőször láttam, nem tudtam róla, hogy ez egy paródia. Azt hittem, hogy készült egy giallo Kanadában, egy újkori giallo, és nem, mert paródia, kiparodizálja a giallót, meg több más műfajú olasz filmet is, és ez a paródia-szerű humor, ez nekem nagyon nem tetszett, és emiatt nem tetszett, mikor legelőször láttam. Csak aztán beszereztem Blu-ray-en, újra néztem, illetve most erről a kiadásról megint újra néztem, és igazából a második, harmadik nézésre már sokkal jobban tetszett, mert ugyan a humora továbbra sem tetszik, ez a paródia stílus, viszont vannak benne klassz elemek. Tetszenek például az olasz horrorfilmekre való utalások. Démonok 2, Hitchhike, stb. Illetve nagyon klassz például a zenéje is. Úgyhogy igazából a giallo kedvelőinek ajánlható ez a film érdekességként. Aztán Hansel and Gretel Get Baked, amerikai kiadás, kartontokkal, régió független, egy Blu-ray lemez. Ezen a kiadáson extrák nincsenek, csak a film. És ezt most láttam először erről a Blu-ray-ről. És ugye Hansel and Gretel az ugye magyarul Jancsi és Juliska. Úgyhogy ez egy jelenünkben játszódó Jancsi és Juliska film, egy modern feldolgozás, amiben Juliska füves süteményt akar készíteni, ezért elmegy a boszorkányhoz, akiről nem tudja, hogy boszorkány, mert ő árulja a füvet, és venni akar tőle. Csak hogy hát ugye a boszorkánynak más tervei vannak. Horror játék, ilyen kisköltségvetésű film, ami úgy érződik is rajta. A humor az nem feltétlenül mindenhol a legjobb, de azért lehet rajta nevetni. Igazából könnyed kikapcsolódás, szórakoztató darab, bőven meg lehet nézni. Gretelt, azaz Juliskát Molly Quinn játssza, akit a Keszön című sorozatból ismerhetünk, ugye ő játszott a Keszönnek a lányát, illetve a boszorkányt Lara Flynn Boyle játssza, akit meg ugye a Twin Peaks-ben láthattunk. És végezetül a júniusi horror packben a Pieces volt a 4. darab, amerikai kiadás, egy Blu-ray lemez, régió független,
Ezt a filmet eredetileg a Grindhouse Releasing adta ki egy 2 vagy 3 lemezes szép díszdobozos kiadásban Amerikában. És ez a kiadás is az övéké, viszont ez egy egylemezes változat, és ez a Horror Pack limitált kiadás volt ebben a hónapban, 23-as sorszámú. Ugye az első lemez van benne az eredeti kiadásból, tehát annak a tartalma megegyezik, ugyanazok az extrák vannak rajta, képgalériák, audio kommentár, és azt hiszem, hogy rejtett extrák is. Ez egy spanyol-amerikai slasher, amiben Christopher George az egyik főszereplő, és egy egyetemen játszódik, ahol egy láncfűrészes gyilkos sorra szedi az áldozatait. Igazából a klassz kis film, ami szórakoztató, végig örög, véres, eléggé véres és brutális, de nem tartom a legjobb slashernek. Olyan középszín, de bőven szórakoztató és élvezhető. Nos, ennyi volna a 2018 júliusa, ezek a horrorfilmek, illetve a Borzongás magazin. És mivel már közeledik a hónapnak a vége, ezért kb. 2 hét múlva következik az augusztusi beszerzések videó is, de addig is jövök még új videókkal, folytatódik például a DVD gyűjteményemet bemutató széria is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon. Szeretnétek valamit kérdezni, vagy megírni a véleményeteket, ezt a videó alatti hozzászólásban tehetitek meg. Sziasztok!